Sziasztok, Wiser vagyok, és ez a Sonic Jam 6 Push Start Button. Nyomd meg a Start gombot. Elmondom nektek, hogy ez mi a franc. Tehát ez egy Sega Mega Drive-os játék. Abból is egy kalóz játék. Viszont... ez a demo magát beszél. Kérem szépen, ez tulajdonképpen a Nintendo, Super Nintendo-ra készült Super Mario All-Stars-nak az egyik játékának, tehát a Super Mario Brothers-nek az úgymond portja a Sega Mega Drive-ra, és Mario helyett Sonicot irányítjuk balfasz fizikával, még balfaszabb irányítással, kihasználatlan Mega Drive-os hangmotorral, és nehezebb egy-két helyen, mert nincsen pick-up itt-ott, stb. Gondolhatjátok, hogy ez mennyire egy hatalmas szórakozás lesz. Megpróbálom minél gyorsabban végigjátszani, nagy az legyen, hogy minden kevesebben nézzük meg a többi részt, tehát két, maximum három részben gondolom végigjátszani. Igen, ez ott egy gomba volt, ami 1000 pontot adott, de... hát kérem, az úgy volt, hogy az a platform alattam eltűnt, és az a növény nem jelent meg, köszönhetően a gömbő halálának. Igen, megkaptam a csillagot. Hát az most tudom spammelni a tűzgolyókat. Sonic tűzgolyókat lövöldözik. Ez nem Shadow the Hedgehog, kérem szépen. Mondjuk az egy 2005-ös játék. És ennyi lett volna az első pálya, van még 31. Viszont az itt a probléma, hogy láthatjátok, hogy nem kapok pontszámot azért, hogy visszaszámol az idő. Többek között. Úgy néz ki itt a pénzérme, mint hogyha mézes negrók lennének. Kétdimenziós mézes negrók. És elmondom nektek, eredetileg ebben Zia lett volna a vendégszereplő, de mivel többször is elment a kép felvétel közben, úgyhogy azt mondom, hogy fuck this shit, és erre is mondhatom azt, hogy fuck this shit. Úgyhogy ezt most egyedül fogom megcsinálni. Továbbra is rendelkezik hibákkal a hangprocesszorom, úgyhogy az esetleges felmerülő technikai problémákért V elnézést kér. És igen, a csövekben azok a növények nincsenek ténylegesen középre pozícionálva. Ezt pedig inkább nem kommentálom, hogy benne hagyták a bónusz képernyőt, ahol Mario van. Nem kommentálom. Mert nem, inkább nem. Amúgy az irányítás tényleg otrombán fos, ezt jó, hogyha tudjátok. Direkt ki fogom emelni, nem is egy alkalommal. Ah, nem találtál, de jó. És nem fogok levágni egy pályát sem. Mármint úgy értem, hogy nem fogok warpolni. Amúgy is fordítva van a játékban benne, tehát nem az van, hogy nem ész a warpig, és a bal szélső vinne eredetileg a négyes világba. Nem. Itt a jobb szélső visz el a négyes világba. Lerohantam. Fantasztikus. Hát minden adott ahhoz, hogy én itt most valószínűleg ki fogok akadni a kurva szar irányításon. Itt például nyomtam a futógombot, a B-t, és nem reagált rá. Köszönöm, Sonic! Tényleg köszönöm, hogy kooperatív vagy velem a majd délelőtti disznósajtos libamártás. Hát az irányítás egyszerűen pocsék! De meg lehet szokni. Vagy csak én vagyok ilyen fasz, hogy mazolista vagyok. És igen, amúgy Sonic alapból piros. Nem is tudtam, hogy Sonic és Knuckles így egyszerre ugyanaz az egy sündisznó. Az Isten szerelmére már, Sonic, légy szíves, ne essél már le azokon a nyomorult platformokon. Ó, pattog. De tényleg. Ez még csak az első világ harmadik pályája, itt még egyszerű az irányítás. Mert nincsenek olyan balfasz platformos részek. Ugye itt a vája, de itt a vége. Jó, rohagy meg, de egy... oh. És ennyi lett volna a harmadik pálya. Nagy nehezen, de sikerült megcsinálni. Sonic, miért állsz a levegőben? Miért rohansz az ajtó mögött? Nem mondod, hogy most... jó, már megértem, ki akadt a játék.
Ah, de szarul hangzik itt ez a zene. Így van. Vegyük fel a bombát innen. Aha! Azt hogy kerültem ki? Nem tudom, de örülök neki. Mondj, itt is lehet látni azt, hogy például ott a bal szélen levő tűz Rudolf nincsen teljesen középre pozícionálva. Vannak rejtett blokkok. Szokás szerint az eredeti... Hármat spam... Boozer spammeli a lövéseit. Megint hármat lőtt. Egy. Egy. De most az... Hogy kerüljek ki valaki? Hármat lő ember! Hármat! És igen, le kell ütni. Úgyhogy ráugrasz. És kapsz 200 pontot érte. És nincsen kalapács. Mennyire bizarr ez! Köszönjük, Sonic! De a hercegnőnk egy másik kastélyban van. Miért néz ki úgy, mintha kakaós lenne? Atya... Megint is középen. Atya úristen, mire vállalkoztam? És olyan... Ezt akarom így váltásban, nem tudom váltásban, de egyszerre csinálni a Mario 3-mal? És akkor spammelni fogom a kura lövéseket, mert a következő pálya miatt kelleni fog. Ne tudjátok meg, a vizes pálya kényszenvedés! Rohadtul nagy kényszenvedés. Szerintem kicsit siessünk. Nem tettem a pálya elején? Nem tudom. Óvatosra kéne menni. Tényleg van itt... Na ezt is megnézzük. Nincsen, izé. Lehet, nem itt van az a passzúj. Rohadj meg! Passzus, pedig ez kellett volna. Megvár! De tényleg... Lehet, hogy idegesítő lehet a számotokra, hogy mondom, hogy az irányítás rohadt szar. Próbáljátok ki, rohadt szar, tényleg az irányítás. És nem túlzok, ez most nem exagoráció. Őszintén halálosan komolyan mondom. Úgy van, és most azon rögnék, hogy visszajönne a teknős páncél és megölne. Gyomtam a gombot! Elemér. Nem leszünk így jóba, nem vicc. A, mi van? Jó van, azt nem is tudtam, hogy az ott megy. Lehet menni valamelyik csak? Biztos lehet menni. Csak... Lehetséges az, hogy az első világ után már másod nem is nagyon lehet ezt használni. Nem tudom miért. Nincsen növény, akkor itt tudunk. Ilyen bűvész mutatványokat vállalok be Sonickal, akit annyira nem tudok irányítani. Most az a célom, hogy felugorjak ide, és innen a... Na, örülök, hogy végre együttműködsz. Nem, nem működik. Ez nem működik. Többit inkább nem nézem meg, félek. Nem, nem, dögölj meg. Nem, hogyha gyorsabbak lennének. Nem, 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 nem. ...91 pénz, jó. Na, itt... ...biztos van valami. Nem bírom kijutni innen, az irányítás miatt sem tudom kijutni. Na és akkor most jön, gyerekek! A rémálom! Közben Sonic... ...félig eltűnt a... Mióta vagy, Uri Geller, kedves Sonic? Tehát így hirtelen eltűnsz a kastélyban... Felkészülve a rémálomra, ami nem más, mint... A vizes pálya! Ez akkora egy fos! Itt folyamatosan nyomkodni kell az algombot, mert érteni, hogy Sonic nem tud úszni, ha jól tudom. De könyörgöm! Hihetetlenül szar az irányítása. Víz alatt. És ezeket a bloopereket rohadt nehéz kikerülni. Látjátok, el is buktam a lövésemet. Itt biztos, hogy meg fogok halni. Most közben összejött 100 pénz. Na jó, nem dövök be nektek. Érdekesen hangzik a zene. Tetszettő sem, hogyha altató zene lenne.
nem megyek középen, félek. Nem mondod, hogy megcsináltam elsőre, ne szórakozz velem! Hülye játék! Direkt próbálsz engem jól feltüntetni, pedig annyira jól szerintem nem is játszok. Nem is gyakoroltam rá, egyszer kipróbáltam az irányítás miatt tegnap este, és ennyi. Vedd fel a gombát, vedd fel a gombát! Köszönöm! Nem baj! Rohanj, 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 rohanj! Rohanj, nincs sok vissza, rohanj! Ne! Bazd meg! Még már autót olyan, vagy igen. Jó, próbálj meg újra. De nyomtam a gombot, ember! Ne legyél ennyire szükszavúan, túlzottan rohanó. Átugorjuk, azt is átugorjuk. Azt is átugorjuk, azt föl kell szedni, meg különben megpalok. Úgy. Most megcsináltam azt, hogy mentek ott egyet, de nem akarok. De nyomtam a gombot! Itt viszont nem nyomtam. Eddig könnyű. Na ez most túl könnyű, legalábbis eddig. Sziasztok! Bemutatom a Sonic Jam 6-ot. Jó a játék! Az irányítás szar! Pad! Sonic! Itt a vége! Itt a vége! Zsír! Azaz! Hú, mennyi ideig számolt vissza? 12.800 pont! Ennyit egy pályát. Jól látom, hogy a zászló nem volt végig behúzva. Aha. Jó kezdet! Kitűnő! Jó kezdet! Úgy van! Még a paradicsomszöz is eltalált. Igen, paradicsomszöz, direkt. Jó. Sonic, ez már volt. Ne is félted maga, nem volt RTL 2. Ja, fölvettem volna. Az ott megint nincsen középen. Miben, hogy az fönt eltalálna, ha ott rohantam volna. Mi? Átestem? Jó, tehát átestek a platformon. Oké. Téglafalat kiütni. Ennek nem akarok betölni. Mi van? Az milyen pozíciórát vett föl? Boozel! Hát mit képzelsz? Köszönjük, Sonic! De már megint szopás. Mehetsz a következő kastélyhoz. Miért számol vissza az idő? Most képzeld el, hogy lejár az idő és meghalsz közben. Na, hármas világ. Ezeknek a... Te ráugrottam! Te ráugrottam! De ezeknek a mozgás kultúrája... Hihetetlenül gyopárom van megoldva. Ott mintha kellett volna egy gombának lennie, de ne zavartasd magad. De... Beleestem egy csőbe? Beleestem egy csőbe! Beleestem egy csőbe! Beleestem egy csőbe! Mondom, Sonic Uri Geller. Ezek után... megint. Jó, munkodj! Munkodj! Meg... Nem hiszem el, mi van ezzel? Tehát most... Rá tudok taposni a növényre. A növényre. De ilyet hol látsz máshogy? Most úgy mit pattogsz? Mit pat... Azokat megöljük. Ott megint... Nem. Egyszerűen nem... Azt ott hagyjuk a francba, nem akarok pedülni neki. Azok a levegőből jöttek? Megint a segge ölt meg. Nem hiszem el. Mario 3-ban is van meg a segge ölt meg. Itt is a segge ölt meg. Egy gyilkos... Gyilkos ánusz. A gyilkos ánuszok támadása, ott a levegőben ugrottam. A gyilkos ánuszok támadása 2. 3D-ben kapható Space Ninja 88 profilon. Jó, nem 3D-ben, mert... Azt sem tudom, hogy tudok ezzel a videókártyával 3D-t renderelni. Bármint videót. Úgy van. Ott, mint hogyha nem is álltam a platformon. Ott túl kicsit ugrottam. Az jó, hogy ki tudtam kerülni. Megint nincsenek középen. Embertelenül szar ez a hack. Nem is hack, ez egy rendes kalózjáték. Hogy ölt meg az a gomba, amikor ráugrottam?
Puta madre! Fuss, Sonic, fuss! Az ott hogy nem ölt meg? Ne tőlem kérdezzétek, nem fogok sorra jönni. Nem, de! De kör! És ott miért nem változott vissza normális te... Ha, meg a csőbe esek bele. Természetesen. Kipi! Jó, az már volt Sonic, tényleg ne is féltem magad. Nem vagy te Super TV 2. Super Sonic, Super TV 2, Super Sonic Jam 6, Super gombával. És Super Mario nélkül. Egyszer tényleg már elmenthetném itt a pálya közepén. Na, annyira imádom, nincs itt egy gomba, amikor azt hiszem itt kéne lennie. Itt. Na, mondom, itt. Nem bíznak meg abban a kis platform részben, elhiszitek? Ezek után biztos. Meg... Nem akadok ki ezen. Az jó, hogy sikerült. Mentednék egyszer itt a pálya végén? Please! Nem fog a gomba megölni. Most... Jaj... Hogy az belém fog repülni, én... Menj úgy! Nem fogok belőni annak a hülye trükknek, hogy rám ugrik. Úgy. Itt a pálya vége. Mondd, hogy itt a pálya vége. Gondolj már rá arra a nyomorult kis platformra, arra a kis kindett tejszeletre. Úgy. Ez nagyobb kényszenvedés volt, mint Krisztián születése.